Szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a szakértőinket, jegyzőasszony és a kedves televízió nézőket. Zebegény község képviselőtestületének 2020. február 12-i rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 fő jelenlétével határozatképes. Rendkívüli ülés lévén a kiküldött napi rend szerint tudunk tanácskozni. Ezt a nyílt ülésben tárgyaljuk a rendeletkijavítás címmel jegyzőasszony előterjesztését, közszolgáltatási szerződést, megállapodás felülvizsgálatát, ez a Német Nemzetiségi Önkormányzattal való megállapodásunk. Kérem szépen levenni napirendről a kiküldötthöz képest a tulajdonosi hozzájárulást, mert ez közben okafogyottá vált, és zárt ülésen pedig a kivitelező kiválasztása a Sziklafal Viszmajor ügyében lesz a mai téma. Kérem szépen, hogy aki a módosított napirendekkel egyetért szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk a napirendi pontokra tett javaslatot. Jegyzőasszony, rendeletkijavítás. Köszönöm szépen. Az előterjesztést mindenkinek kiküldtem. 2019. szeptember 25-én történt meg első esetben a helyi építési szabályzat módosítása. A módosításban olyan probléma adódott, hogy egyel korábbi verziót kaptam meg a módosítási javaslatokra, azonban a főépítésznek a módosítási javaslatok már a kiegészítéssel kerültek el, tehát ezért nem volt szükség tehát közszemlére bocsátani, illetve tárgyalni, és tulajdonképpen két javítást igényel a szabályzat, és mind a kettőben pontosan az a cél a konténereknek az elhelyezésének a tiltása, mind a két esetben a 27. paragrafus és a 64. paragrafust érinti, és ezért kérem szépen a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet módosításához ezek miatt járuljon hozzá. Köszönöm szépen. Kérdés képviselőtestület szakértők részéről. Parancsolja a polgármester úr. A meglévő konténerekre is vonatkozik a tiltás majd, vagy csak az ezután? Természetesen, sajnos az ezután visszamenőleges hatálya a rendeletnek nincsen. Köszönjük. További? Nekem csak annyi kérdésem van, hogy a rádió, meg tévé átjátszó konténerek, amik vannak, de hát lehet, hogy azt ki fogják cserélni, vagy pedig újat telepítenek, arra is vonatkozik el? Tehát visszamenőleges van. Nem. Hogyha újat... Természetesen, mint bármilyen konténerről beszélünk, nem lehet. Hát a hírközlési berendezésekre, tudtam már, egész más paragrafus vonatkozik a rendeletbe, tehát lehet, hogy ott az egy külön, nagyon-nagyon külön téma. Akkor én ezt így most hirtelen nem tudom országos közérdek. Nem akarok én elhelyezni, úgyhogy nem azért. Jó gondoltam, igen. De ez most lakókocsikról is szól, ugye? De az már benne volt. Ez benne volt. Csak a konténer az, ami beemelésre került még pluszban. Pluszba, illetve szeretnénk, ha beemelésre kerülne. És ez a főépítész asszonynál már megjárta, és testületet is megjárta. Testületet is megjárta, de ez akkor nem került át, valami hiba miatt nem került át vezetésre. És most szeretnénk ezt pótolni, mert én úgy gondolom, hogy ez fontos cél volt már eleve a lakókocsiknál, illetve hát ezeknél a kontéreknél lakókocsiknál. És akkor ez a módosítás, ez a kihirdetést követően lép hatályba? Kihirdetést, igen. Alpolgármester úr? Hogyha egy folyóépítkezésnél csak felvonulási raktárként szeretnének konténert, akkor tehetnek fél évre, egy évre, nem tudom, vagy ez egy teljes tiltás? Hát egy felvonulási épület az... Hát nem épület, egy igen, igen, értem. Az teljesen más. Tehát ott ugye van, nyilván amikor építkeznek, akkor vagy egyszerű bejelentéssel, vagy jogerős építési engedéllyel építenek. Uh-huh. És hát ahhoz nyilván hozzátartozik mindenféle segéd, szerkezet, segéd építménynek a telepítése. Tehát azt, ott bármit lehet, az építkezés ideje alatt. Meg ideiglenes építmény. Ideiglenes, igen. Beszélünk. Ja.
Tehát ez ugyanúgy a megkérdőjelezhető az állványzatnak az építése, hát ez hozzátartozik az építkezéshez. Amúgy, ha csak önmagába építenél egy kilátót, az ugyanúgy építési engedély köteles lenne. Parancsolj. Definiálva a konténer fogalma? Igen, ez a településképi rendeletben már korábban definiálva volt. Mert azért lehet kapni üveg, tehát sokkal esztetikusabb konténert is lehetne kapni, ami mindig konténer minősül, ugye ember szabványmérés, stb. Stb. Definiálva van a településképi rendeletben, amit meg ezt a 2018 év végén fogadtunk. Igen. Vagy fogadott a testület. Tehát most ez a HÉSZ-nek a módosítása, vagyis hát a, na, most de a településképi rendeletben ugyanígy benne vannak ezek a ide vonatkozó paragrafusok, illetve a konkrétan a konténer, mobilház, minden egyébnek a definíciója is szerepel. Tehát a kinézettől függetlenül konténer nem lehet. Igen. Tehát le van írva, hogy mi a konténer. Most ha akarod megkeresni, és már olvasom. Nincs? Jó, akkor szavazásra bocsátom a rendelet módosítást, tehát az előző testület által már elfogadott és adminisztrációs hiba okán be nem került módosításról kellene döntenünk. Kérem szépen, hogy aki a rendelet módosítást a kiküldöttek szerint elfogadja, szavazzon. Egyhangú, köszönöm szépen. Közszolgáltatási szerződés, szintén érzőszön. Köszönöm szépen. Erre is kiment egy előterjesztés, amiben megpróbáltam teljes körűen felvázolni a kérdéskört. Tulajdonképpen jogszabály a vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy minden olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan az önkormányzatnak szolgáltatást kell biztosítani, szolgáltatót kell biztosítani. Erre ugye már 2014-ben született egy rendeletünk, ami jelen, tehát most 2020-ban is hatályos. Viszont a közszolgáltatási szerződésünk 5 év után az 19 tavasza környékén lejárt, és ebből kifolyólag közszolgáltatóval szerződést kell kötnünk. Az eddigi közszolgáltatónk a Szóbi közszolgáltató, a Schwager közszolgáltató volt, és 3 árajánlatot kértünk be. Tudni kell, hogy a környéken nagyon nehéz ilyen közszolgáltatót találni. Egy balassagyarmati közszolgáltatót kerestünk meg, egy Vácit, akinek sajnos az e-mail címe mi nem tudtuk elérni, ezért a műszakis kollega még megkeresett egy pesti céget is. Én tudom, hogy minél messzebb van a közszolgáltató, annál drágábbak sajnos a díjak. A bekért árajánlatok közül egyetlen egy árajánlat jött be, amit megküldtem nektek. Ez szintén az eddig akivel eddig szerződésben álltunk, Schwager szolgáltató volt. A közszolgáltatási szerződés tervezetet mellékeltem az előterjesztéshez. A 2014-ben megkötött közszolgáltatási szerződésnél 3000 forint plusz áfa volt köbmétere a közszolgáltatási díjnak, ami ebben tehát a mostani árajánlat szerint pillanat 937 forint plusz áfa lett, tehát nem mondható túlzott nagy emelésnek, hogy eltelt 5 év, már lassan 6. év telt el azóta. Bekértük mivel két tényezős díjról beszélünk, bekértünk ebből 1000 forint a szállítás, tehát a üdítés. Az ürítési díj, és 4000 bruttóba beszélek most, mert így összesen nem blokk az áfával együtt 5000 forint, és az a másik a szállítási, karbantartás, és a többi díjakat tartalmazza. A szerződés, vagyis a rendeletünk viszont azért szükséges módosítani, mert egyrészt megváltozott a közigazgatási bírságra való, tehát a szankciórendszer,
már nem a KET tartalmazza a szankciót, hanem egy új jogszabály van, illetve hát ugye a kettes melléklet tartalmazta a díjat. Szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy kötelezően igénybevevő szolgáltatásról beszélünk, és akivel a település szolgáltatási szerződést köt, azt azzal kell a lakosságnak a szennyvizet elszállítatni, és sajnos a tapasztalat nagyon rossz, és nagyon kevesen vették igénybe a szolgáltatást, és ez ügyben mindenképpen valami lépést kell tennünk. Én szeretném mindenképpen a megalkotott rendeletünket mindazoknak kiküldeni, akik nem veszik igénybe, és vagy nem tudják igénybe venni, mert ugye arról is beszélünk, mert nincs képülve a központi csatornarendszer, hogy nyomatékosítsam abban, hogy ezt kötelezően legalább egy évben egyszer igénybe kell venni. Ha valaki nem veszi igénybe, vagy azt nem tudom, mit csinál a szennyvízével, és ezt sajnos vizsgálat alá kell, hogy vonjuk, én úgy látom. Én szeretném, a szerződés tartalmazza azt a követelményt, illetve jogszabály is előírja, hogy minden évben a közszolgáltatónak beszámolási kötelezettsége van a képviselőtestület felé, ha jól emlékszem március 31-ig, és én erre felhívtam most a közszolgáltató figyelmét, és felhívtam a figyelmét arra is, hogy innentől olyan adat nyilvántartás vezetését kell, hogy elvégezze, amivel mi a képviselőtestületnek tudjuk tulajdonképpen prezentálni, hogy itt Zebegény településen 2020 évben mennyien vették igénybe a szolgáltatást, és milyen mennyiségű, tehát mennyi köbméter szennyvíz került elszállításra. És akkor én úgy gondolom, hogy innentől tudunk majd tovább gondolkodni. Köszönjük szépen. Kérdés? Mindig ez lehetséges, hogy csak egyetlen szolgáltatót vehet igénybe a lakosság? Igen, sajnos ez így írja elő a jogszabály, hogy akivel az önkormányzat szerződést köt, azzal köteles. És akkor sőt, hogy jelentősen drágában szállít, mint mások. Hát... Nekem az a tapasztalatom, hogy azért nem veszik, az a vélemény, szerintem azért nem veszik sokan őket igénybe, mert rettetesen drága. Az 5000 forint áfáson az... Küldtem egy linket, a Budapest környékén például mennyibe kerül, negyen ennyi, harmad annyiba kerül, bármelyik tetszőges településen a fővárosi vízműek fenntartható területe. Itt, ha nincsen más szolgáltató, akkor kényszerpályán vagyunk, de ideálisan kézmű az 5000 forintos köbméter állat. De ezt gondolom a környezetvédelmet nem szabad, hogy felülírja. Annál is inkább, mert a településnek az a része, ahol nincsen képített csatorna hálózat, az országos vízbázis védelem alatt áll. Tehát az ott keletkező szennyvíz, a szivárog a vízbázisba. Sokan igénybe veszik a szennyvízt, pontos, csak nem őket. Lehet, hogy sokan igénybe veszik, de minden esetre ez egy nagyon fontos szempont, mert ugye onnan kerül ki az ivóvízünk, amit aztán a vízművek agyon klóroz ahhoz, hogy fogyasztható legyen és emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Ezen meg fel vagyunk háborodva, tehát saját magunknak csináljuk a nagyon fontos, csak én például hoztam fel, hogy most random néztem egy vízműves hivatalos árlistát, és... Igen, de lehet, hogy... Tehát nyilván a fővárosi vízműek innen nem annyit szállítaná el. Nem, ez Budapest környékére biatolva. És lehet, hogy ott több szolgáltató van, versenyhelyzet van, és alacsonyabb árak vannak. Ez egy adottság, és ezt szerintem bárkinek... Tehát ezt tudomásul kell venni, én úgy gondolom. További? Én még annyit meg szeretnék kérdezni, hogy van ugye olyan víztisztító rendszer, házi víztisztító rendszer, amelyik tiszta vizet enged ki a szabadba. Erre ilyen telepítésénél is áll az, hogy kötelezett a szippantásra? Én ezt megkérdeztem a műszakis kollégát, azt mondta, hogy ennél is keletkezik valami üledék, ami igen,
kötelező igénybevevő, hogy az is szippantásra kerüljön egy idő után. Az üledék az igen, de sokkal ritkábban. Igen, tehát, hogyha egyértelmű. Tehát, akkor, mert ez kb. 701 millió forint körüli ezek a tartályok. És a tisztítása, hát most már ugye az ülbe is ivóvízzé tisztítják a legundorodottabb szennyvizet is. Tehát, hogyha valaki ilyen beruházást csinál, ami régebben nem egy olyan nagyon nagy összeg most már, az is kötelezve lesz arra, hogy egy évente szippantsa, amikor ez kb. 6-8 évente kell. Nyaralónál pedig még ritkábban. Tehát ott de ilyen... nekünk erről nyilvántartásunk van, kér tőlem, mert ugye én vagyok az eljáró hatóság, aki ennek a telepítését engedélyezi, és én annál teljesen tisztában vagyok azzal, hogy kik azok, akik ilyen víztisztító rendszerrel rendelkeznek. Körülbelül olyan, hát 10 alatt van, amit kiadtunk már erre engedélyt. A telepítésére. Most nem ezek, sok. Ezek, amiről beszélsz, ezek a házi szennyvíztisztítók, ezek egyrészt biológiai módon bontják le, tehát nyaralónál nem is működik, mert ugye azt időszakosan használják. Tehát elpusztulnak ezek a baktériumok, amik lebontják a... keverik, akkor... Tehát ugye ezek egy elektromos... Onnan tudom, mert a lányomiknál ilyen van, és hát ott egyáltalán nem keletkezik, mondom, hogy 5-6 évente kell, és a baktériumot, tehát arra figyelni kell, hogy, de hát akkor meg olyan bűz van, tehát az jelez vissza, hogy természetesen ezt is nyomon tudjuk követni, mert hisz mondom, hogy nálunk, tehát mi tisztában vagyunk vele, mert csak úgy telepíthető, ha az én engedélyemmel, tehát ha én hozzájárulok ennek telepítéséhez, mint szakhatóság. Ez biztos, hogy sokkal kevesebb szennyvíz kellett, vagy tehát elszállítandó. Igen, ritkábban sokkal, igen. Komposztálhatós a végeredmény egyébként. Mintán annyi hozzáfűzni valam lenne, hogy én pont néztem egy ilyen tisztító berendezést, és vannak olyan megoldások, ami kisebb teljesítményűek, hogy egy zsákba gyűlik ez, amit az ember saját erejével tud kiemelni, és egy komposztálható ilyen biomassa keletkezik belőle. Tehát, amikor egy engedélyezési eljárás van előttem folyamatban, akkor ugye erről a berendezésről nekem teljes műszaki leírást kell adni. Ez alapján én, illetve hát a műszakis kollega látja, hogy ez a tisztító milyen, tehát hogy mire képes. Tehát ez egyértelműen nem fogunk olyan ügyfelet zaklatni, akinek ilyen tisztító berendezése van. Illetve hát akinek tényleg indokolt, hogy nem vette igénybe ezt a szolgáltatást. Javaslom, hogy abban a levélbe felhívni a figyelmet a lakosnak, hogy el is van lehetőség, mert szerintem csak jó rendben. És akkor az már egy alternatíva. Jó rendben. További? Még annyit, ha megengednétek, hogy ugye mindenkinek tudomása van arról, hogy akinek a háza előtt, ingatlan előtt kiépített csatornarendszer működik, annak, aki nem kötött, ennek ellenére nincs rákötve, talajterhelési díjat kell fizetni, na az súlyos talajterhelés, tehát az elég kemény összeget jelent, mert az elfogyasztott köbméter víz után kerül kiszámításra, érzékenységi szorzóval meghatározott köbméterre. Én úgy gondolom, hogy az is elég kemény kritériumokhoz van kötve. És én úgy látom, hogy ettől függetlenül nem inspirálja az embereket arra, hogy minél előbb rákössenek a csatornára. Hát, mert eddig nem volt nyomaték, nem volt figyelme. Mi építésnél a helyi építési szabályzat szerint nincs kötelező rákötni. Ugye meglévőket nem lehet kényszeríteni erre. Jó, további ötlet. A talajterhelési díj behajtásával lehet kényszeríteni. Tehát, hogy kiszemüljük a bírságokat a talajterhelésé. Az mindenképpen minden évben az... Csak az eddig nagyon egyes összeg volt az elmúlt évben, nem? Mert pont mikor beszélgettünk a csatornabekötés alapján, és nagyon minimális összeg igen, volt. Igen, mert ahol ki van építve, nem tudom, hogy erre most nem kértem adatot, de ahol ki van építve
legközelebb esetleg tudok arra vonatkozóan hozni adatot, hogy hány olyan ingatlan van, aki még nem kötött rá a csatornára, pedig lehetősége van. És rájuk egyébként kinomítva? Talán, te hogyne, hogyne, hogyne. Adatszolgáltatás van erre, és mi ezt ellenőrizni tudjuk. Akkor szervezés. További? Nincs? Tehát akkor két döntést kell hozni a testületnek. Egyrészt a határozatot kell elfogadni a egyetlen egy beérkezett ajánlatot, és felhatalmazni a szerződéskötésre a polgármestert, illetve a rendeletmódosítás. Akkor kérem szépen, a határozati javaslat az úgy hangzik, hogy Zebegény Község önkormányzat képviselő testülete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról a beérkezett egyetlen ajánlatot elfogadja, és végel szolgáltató betéti társasággal, mint szolgáltatóval szerződést köt. A közszolgáltatási díjat 3937 forint plusz áfa per körméter összegben határozza meg. Kérem szépen, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. A rendelet tervezetet pedig a szabad nem olvasom fel, mindenki látta, azok kerültek módosításon, amikor jegyzőasszony beszélt, tehát aki a rendelet tervezetet a kiküldöttek szerint elfogadja, ezt kérem szépen szavazzon. Köszönöm szépen, ezt is elfogadtuk. És már is a harmadik napi rendi pontnál vagyunk, ami pedig a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata előterjesztés. Kimenti egyszerűen. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent nem tudok hozzáfűzni az önkormányzat, a két önkormányzat között, tehát a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a mi önkormányzatunk között egy együttműködési megállapodás kötési kötelezettségünk van. Ugye az előző ciklusban is már működött a Nemzetiségi Önkormányzat, és 2018-ban felülvizsgáltuk az együttműködési megállapodást, illetve teljesen új együttműködési megállapodás került elfogadásra mindkét önkormányzat részéről. A megállapodás akkor a Magyar Államkincstár ellenőrzését követően az általuk tett észrevételek alapján került módosításra, illetve hát került újra megkötésre, illetve átjavításra. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a január 29-én megtartott ülésén ezt a megállapodást helyben hagyta, és módosítani nem kívánja. Természetesen az önkormányzatunknak van lehetősége arra, hogyha olyan javaslat érkezik a módosításra, hogy javasolja ennek módosítását. Ez azzal jár, hogy a következő nemzetiségi önkormányzati ülésre a megállapodást be kell vinnem, és akkor újra futni kell egy kör, bocsánat a kifejezését ebben, ezzel kapcsolatban. A megállapodás mindkét önkormányzat szervezeti működési szabályzatának a mellékletét képezi, és ebből kifolyólag, amennyiben a megállapodás módosításra kerül, akkor természetesen a szervezeti működési szabályzatunkat mind a két önkormányzatnak módosítani kell. Én nem látom okát annak, hogy módosítsuk az együttműködési megállapodást. Annyit inkább a Szervusz jegyzőkönyvnek megérkezett Katona Zoltán képviselő úr 17.45-kor. A képviselőtestület így 6 főre, semmi gond, emelkedett. Elévők száma 6 főbe lehetározott képes. Annyit még inkább a kívülálló kedvéért, hogy a nemzetiségi önkormányzat működését megállapodás alapján is egyébként a törvény szerint is a közös hivatal segíti, adminisztrációban és minden egyébben. A támogatási összegek azok a nagy önkormányzat számlájára érkeznek, de elkülönítve kezeljük, tehát gyakorlatilag ahhoz csak a Német Nemzetiségi Önkormányzat fér hozzá. Tehát teljesen külön a saját költségvetésüknek megfelelően tudnak gazdálkodni a rendelkezésükre álló összeggel. Köszönöm. Egyéb kiegészítés? Nincs, akkor kérem szépen, hogy aki a
nemzetiségi önkormányzattal eddig fennállt és jelenleg megújítandó megállapodással egyetért a szavazzon. Köszönjük szépen, ez is egyhangú. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Egy tartózkodás volt? Igen, bocsáss meg, igen, tehát öt igen és egy tartózkodás. Hát köszönöm a munkát jegyzőasszonynak, és akkor az ülést a zárt ülés keretében folytatjuk.